Jézus,
without delay. Hiszen engedj el, hadd éljek most már örökké veled. Te rám találtál, megváltozott minden. Jézus veled minden már. Jössz, mint sárfested az életem. Hadd legyek veled, mint örökké veled. Yeah.
Just
egyszer meglát, minden nép hozzád kiáll. Kérlek, jöjj, várunk el. Te vagy a legfőbb kincsem ebben az életben, hogy megismertelek, azzal mindent megnyertem. Örök az élet, s örök a nyár, ismerlek. Örök az élet, s örök a nyár, nekem nem kell. S te vagy. Te vagy a legfőbb kincsem ebben az életben, hogy megismertelek, azzal mindent megnyertem. Örök az élet, s örök Yeah.
az életem tiéd. Az életem tiéd. Nem magamnak élek rá. Az életem tiéd. Az Istenem, valóban tiéd az életünk. Istenem, valóban te szerettél először minket. Te jobban szerettél, mint mi szerettünk téged. De valóban vissza fogsz jönni, és hazaviszel minket. És Uram, szeretnénk, hogy valóság legyen, hogy nem magunknak éljünk, hanem csak neked, Istenem. Szeretnénk átadni az életünket. Minden hibát, bűnt kivenni belőle, és odaadni, odarakni a kereszthez, és azt mondani, hogy elvégeztetett, hogy nincsen most már többé kárhoztatás, vádlás ellenünk. És köszönöm, hogy ez a valóság. És a mai napon szeretnénk letenni mindent eléd. Uram, add, hogy amikor hazamegyünk, megkönnyebbülve menjünk, Uram, úgy, mint akik felszabadultak, akik, hogyha bűnben voltak, megtértek, akik, hogyha terhet cipeltek, azokat le tudták rakni eléd. Uram, és arra kérlek, hogy most használd a te igédet erre. Szólj hozzánk, Uram. Formálj minket, Uram, kérlek. Jézus nevében kérlek. Amen. Isten hozott benneteket. If you need translation, if you speak English and you need translation, we can provide you radios and headsets. There is a lady back there by that computer and you can go ahead and ask her for the radios, what you can use. And don't, yeah, just you can stand up and it's not a problem.
So don't be afraid that you will interrupt the service. It's better to interrupt now than sit through the service without translation. Ma este nincsen bejelenteni valónk. Mondanom kellett volna Bandinak is bejelentés, ide alatt is ment volna még a dicsőítés. Mondanom kellett volna, hogy nem lesz bejelentés, és akkor játszhattál volna még egy számot. De... vagy több marad a végén. Jól van. Esetleg annyi bejelentés van, hogy hogyha eszetekbe jut, továbbra is imádkozzatok a nyári evangelizációkért, amik jövő héten kezdődnek. És jövő héten még ezt be fogjuk mondani. Jövő hét vasárnap este egy vendégtanítónk lesz, Don Patton, akik voltak a vasárnap estés konferencián, hallották őt tanítani. Nagyon jó tanító, egy nagyon jó szívű ember. Jó volt őt hallgatni, és nagyon sok mindent végzett az Úr rajta keresztül azon a konferencián. Szóval ő lesz jövő héten, és jövő héten már elkezdődnek az evangelizációk is. Most viszont, hogyha van nálatok Biblia, akkor kérlek, nyissátok ki a Máté evangéliumánál, méghozzá a 6. fejezetnél. Folytatjuk a hegyi beszédet, ahogy azt velem legalábbis minden alkalommal tesszük. Imádkozzunk egyet. Drága Istenem, én annyira hálás vagyok, Uram, azért, hogy a jelenlétedbe léphetünk. Annyira jó volt dicsőíteni, és Uram, néha az ember megérzi, hogy ez az a hely, ahol szeretne örökké lenni. A te dicsőítésedben, az imádatban, a te lábaid előtt. Köszönjük ezt neked, és köszönjük az igédet, amit ma hallgathatunk, és Uram, szeretnénk mi, Uram, imádni téged az, ahogy az igéd azt mondja, hogy te igazi imádókat keresel, akik lélekben és igazságban imádnak. Mi szeretnénk ma azok az emberek lenni, akik most imádtak lélekben, és most az igazságot is meg akarjuk ragadni. Az igazságot, amit a te igéd mutat meg. Kérlek, szólj hozzánk, és add, Uram, hogy a te igéd élő és ható legyen a mi szívünkben. Jézus nevében. Amen. Az elmúlt alkalommal, legalábbis velem, mert múlt héten Sziszi volt, tehát két héttel ezelőtt, vagy már volt már 3 hete is, igen. Legalábbis amikor utoljára én tanítottam, a hegyi beszédből beszéltünk arról, hogy mi az igazi motivációja mindennek, amit Istenért csinálunk. Jézus erről beszélt a hegyi beszédnek ezen a részén, hogy miért érdemes csinálni mindazt, amit csinálunk. És Jézus ugye beszélt az adakozásról, a böjtről, meg az imádságról, de én ott kihagytam egy részt, csak hogy ezt a témát így átöleljük, fölkaroljam. És arról a részről szeretnék ma beszélni. Jézus elkezdett az imáról beszélni, először így a motiváció tekintetében, az 5. versben, 6. fejezet 5. versében azt mondja, hogy amikor imádkoztok, ne legyetek olyanok, mint a képmutatók, akik szeretnek a zsinagógákban és az utcasarkon megállva imádkozni, hogy lássák őket az emberek. Bizony mondom néktek, megkapták a jutalmukat. Te pedig, amikor imádkozol, menj be a belső szobádba, és ajtódat bezárva imádkozzál. Ajtódat bezárva imádkozzál atyádhoz titokban. Atyád pedig, aki látja, amit titokban teszel, megfizet neked. És Jézus folytatja a gondolatmenetet az imádkozásról, ami nem is meglepő, mert az imádkozás egy nagyon fontos téma, talán az egyik legmeghatározóbb és legkülönlegesebb része az emberi életnek. Bár nagyon sokszor csak az Istent követő emberek tapasztalják meg ezt, mert az imádkozás az maga a kommunikáció Istennel. És nagyon meglepő lett volna, hogyha már Jézus annyi témáról beszél, és annyi témában helyre rakja az emberek gondolkozását, hogyha ezt a témát kihagyta volna. Tehát nem hagyja ki, és belemegy, mert ahogy sok más egyéb dologról, erről is sajnos nagyon gyakran rossz elképzelések alakulnak ki az emberben. Tehát eléggé röviden, de nagyon mély dolgokat osz meg. Valaki segítsen neki, hogy ki kell kapcsolni a speakert. Hogy you need to switch back on the headphone. So, okay, működik? Segítesz neki, aki mellette vagy, hogy működik-e? Jó van. Segítettél? Nem? Okay. Akkor egy férfi ember, aki ért, hogy kell bekapcsolni. Hogy a speakert ki kell kapcsolni. Van egy ilyen gomb ezeken a rádiókon, és akkor elő van egy hangszóró, és azon szólal meg. Az elején annyit szenvedtünk ezzel, mert valahogy néha a frekvencia eltűnik, és akkor az emberek elkezdik keresni, hogy mi történt, és akkor fölkapcsolják ezt, aztán meg lesz a frekvencia, amiről már mindannyian tudunk. Tehát
imádkozzatok, hogy valami jobb rendszert találjunk. Működik? Reméljük. Mondd be, Eszter, hogyha valakinek nem működik a rádiója, még mindig nyugodtan fölállhat, és akkor megszereljük. Én meg nem tudom, hogy hol tartottam. Imádkozzunk. Nem. Tehát, nagyon röviden Jézus beszél az imádkozásról, de ebben a rövid pár mondatban elképesztő mély dolgokat oszt meg, a legfontosabbakat. Azt mondja a 7. vers, amikor pedig imádkoztok, ne szaporítsátok a szót, mint a pogányok, akik azt gondolják, hogy bőbeszédűségükért hallgattatnak meg. Tehát ott kezdődik, hogy mit ne csináljunk. Azt mondja, hogy ne szaporítsátok a szót, mint a pogányok. És itt Jézus nem egyszerűen arról beszél, hogy a lehető legrövidebb mondatokban beszéljünk. Bár azt gondolom, hogy talán ez is előnyös néha. De én azt gondolom, hogy Jézus ennél sokkal többről beszél, igazából arról, hogy miről szól maga az imádkozás. Mert az imádkozás nem magáról, az imádkozásról szól. Az imádkozás nem egy vallásos cselekedet, ami úgy működik, hogy minél több, annál jobb. Vagy minél hosszabb, annál jobb. Nem mennyiségi kérdés. Az imádkozást nem lehet egy következő képpen lefesteni. Az imádkozás nem egy kút, amiből az ember annyit merít, amennyit szeretne, és minél többet merítesz, annál jobb neked. Ez egy rossz analógia. Ez nem ilyen. Mi, amikor imádkozunk, mi nem az imádkozásban hiszünk. Mi nem az imádkozás erejében hiszünk. És lehet, hogy ezt én is rossz szavakkal használtam, tehát most jövök rá én is, hogy rossz szavakat használtam, ha eddig így beszéltem róla, hogy az imádkozás ereje. Hanem valójában mi abban a valakiben hiszünk, aki meghallgatja a mi imáinkat. Ez nagyon fontos. Tehát mi nem az imádkozásban hiszünk, hanem Istenben, és ezért imádkozunk. És a szó szaporítása, főleg a pogányoknál, az azt jelenti, hogy valaki egyszerűen úgy gondol az imádságra, mint egy erőre, amit használhat, vagy az eszközre, amivel irányíthatja a dolgokat, vagy akár Istent irányíthatja, vagy mint cselekedetre, amivel Isten jó indulatát kivívhatja. Ez most attól függ, hogy éppen milyen vallási irányzatba közelíti meg. De ezáltal, hogyha így imádkozik valaki, ha így gondol az imádságra, mint a pogányok, akkor az imádság maga egy olyan cselekedet lesz, ami az ember teljesítményén nyugszik. Az emberről szól. Minél többet csinálod, annál többet várhatsz el. Ezáltal az imádság egy ember kezében lévő, ember által irányított eszköz lenne. Ami ez igazából akár már nem is lenne szükség Istenre. És ez maga a lényeg megölése. A kommunikáció megölése, a kapcsolat megölése. Mert az imádság az egyszerűen kommunikáció Istennel, aki egy szabad akaratú lény, és az imádság arról szól, hogy őt kérjük, hogy a szeretetével és az ő irányítási képességével lépjen be egy szituációba, hogy ne csak a mi erőnk és a mi irányítási képességünk legyen jelen abban. Tehát meginvitáljuk őt, megkérjük őt, hogy valamit csináljon. Ha viszont az imádkozás egy eszköz, egy kút, akkor az megint rólunk szól. Tehát az imádkozás az valójában Istenről és az Isten teljesítményébe vetett hitről szól, nem pedig a mi teljesítményünkről. És ha már a pogányokról volt szó, egy kicsit hadd osszak meg valamit. Mert én azt gondolom, hogy az igazságtól leginkább elhajlott és legtorzultabb elképzelés az imádságról a keleti vallásokban van. Én nem tudom, hogy ki volt közületek kapcsolatban keleti vallásokkal, ki az, aki tudja, hogy milyenek a mantrák, hogy mi ez az egész. Nekem sajnos volt több tapasztalatom is ezzel az egésszel, és ugye a mantrák azok aféle imádságok, amit ebből a szempontból nem neveznék imádságnak, inkább az igazságnak így a beszédei, ami valahogy elemeire bontja a beszédet, és megpróbál feloldódni benne. Valahogy megpróbál egyé válni a kimondott igazsággal. És például a krisnásoknál, én nagyon sokat lógtam annó együtt krisnásokkal, ott volt a nagy mantrájuk, az a Hare Krishna, ami úgy szól, hogy Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, ami igazából Istennek a nevei.
és azt mondják, hogy ennél magasztosabb dolgok kimondása nem is lehet. És minél többet és minél gyakrabban mondod ki, annál inkább egyé válsz ezzel a dologgal. És van is egy ilyen kis füzérük, olyan, mint a rózsafüzér, ilyen golyók vannak rajta. Talán láttatok Krisnást az utcán, vannak ilyen zacskó a kez, ilyen zsáklók ki a kezükből. És abban egy ilyen lánc van, ami minden bogyó az egy elmondott ima. És akkor ezzel versengenek kicsit, hogy ki több körös. És vannak olyan elképesztő emberek, akik 100 000 körös. Én ezt olvastam valóban, én nem hiszem el, hogy ki lehet mondani a leggyorsabb, szóval valaki matematikus számolja ki, hogy ki lehet mondani ennyiszer ezt a mantrát, de minél többször mondott ki, annál egyebb vagy ezzel. Ez az ő elképzelésük. És talán ismeritek a másik nagy mantrát, az OM mantrát. Én nem gyakoroltam ezt, de ha lenne itt közülünk valaki, aki ezt gyakorolta, és bemutatná, én hallottam ilyet, akkor a hátunkon fölárna a szőr, ahogy ő ezt csinálja. Mert amit a mantrákba csinálnak a keleti vallásokban, hogy fog a mantra egy hangot, aminek van jelentése, szavakat, aminek van jelentése, és ezeket a szavakat elkezdi ismételgetni hangosan vagy bent a fejében, amíg az egész egy bugássá nem válik, egy hangá válik. Igazából az OM-nak az a célja, hogy te magad egy rezgésé váljál, ami a legalapvetőbb rezgés, az elektronok rezgése, azzal bugássá, a világ legelemibb részévé, ahol minden egy. Hogy így érjék el az egységet. Mert a keleti vallásokban a megváltás abban van, hogy egy ember fölismeri azt, hogy minden egy, és föloldódik ebbe a nagy teljességbe. És a mantra célja nem az imádkozás, igazából nem imádata egy Istennek, hanem igazából a nyelv elpusztítása valójában, vagy a kapcsolatnak az elpusztítása, mert a nyelv az egy kapcsolat. Mindenféle kapcsolatot kifejez a nyelv, és valójában a mantra a nyelv minden értelmének elpusztítása. Mert ugye, ha van nyelv, akkor van kapcsolat, ha van kapcsolat, akkor nincs egység. Ha van két különálló személy, és az úgy jó, az úgy teljes, akkor nincsen egység. És náluk az a legnagyobb lényeg, hogy egység legyen. A keleti filozófiában az a fontos, hogy minden egy legyen. És Jézus ebből a szempontból maga a fő ellenség, aki úgy kezdi, hogy kezdetben volt az ige, és az ige Istennél volt, és Isten volt az ige. Az első dolog, amit látunk a Bibliában Istenről, hogy megszólal. Azt mondja, hogy legyen, hogy beszél, hogy kommunikál. És ezt a kommunikációt támadja az ördög legelőször. Hogy megölje a beszédet, és nem maradjon más belőle, mint vibráció, mint ez az isteni szféra legmagasabb foka, de ez nem igaz. Szóval a pogány világban magát az imádságot a lehető legeltorzultabb dologgá sikerült formálni. És sajnos az egyházban is a betanult imádságokkal maga a lényeg veszik el a kommunikáció. Szóval Jézus úgy kezdő, hogy ne szaporítsuk a szót, mert ezáltal megöljük azt, ami valójában, amiről valójában az imádság szól, a kommunikációt, a kapcsolatot, az Istenbe vetett hitet, hogy ő egy különálló cselekvő személy, és mi őt kérjük meg, hogy munkálkodjon. És Jézus is ezt az érvet, tehát ezzel érvel, azt mondja a 8. versben, ne legyetek tehát hozzájuk hasonlók, mert tudja a ti atyátok, mire van szükségetek, mielőtt kérnétek tőle. Tehát Jézus is azt mondta, hogy ne legyetek ilyenek, aztán fölhívja a figyelmünket arra valakire, akihez imádkozunk. Ne legyetek ilyenek, hanem ismerjétek fel azt, hogy a ti mennyei atyátok ő milyen, hogy ő tudja, mire van szükségetek. Ne az imádságra nézzetek, hanem Istenre. És az imádság az Istenbe vetett hit. Erről szól, hogy mi hisszük, és tudjuk, hogy Isten tudja, mire van szükségünk, és hozzá lehet fordulni. És ilyen szempontból az egész imádságban a hit a lényeg. Nem is az odaszánás, nem a nagy szavak, még a kitartás sem. Hanem a hit. Ami amúgy jó esetben odaszánást, nagy szavakat, meg kitartást eredményez. Hogyha egy ember hiszi, hogy Isten meghallgat és fog cselekedni, akkor imádkozik hozzá. És erről a hitről szól minden, hogy mi hiszünk benne, hiszünk róla dolgokat. És én őszintén megmondom, itt közöttünk egy hitből fakadó egyszerű imádság biztos, hogy sokkal nagyobb erejű, mint akár údákat zengő szavak, akár az enyémek. Tehát ebbe a kategóriába én is belesem. Tehát én is tudom nagyon
gyönyörűen szaporítani a szavakat. És egy hitből fakadó imádságnak nagyobb ereje van, mint a nagy szavaknak. És sokszor mi azt érezzük, hogy nagy szavakat, nagy dolgokat kell mondanunk, hogy elérjünk egy szintet, egy energiaszintet, Isten jelenlétét, az imádságban levésnek egy nagy szintjét, hogy úgy mondjam, hogy akkor történjen valami. És én kezdem megtanulni, hogy ez nem így van, hanem a hitből fakadó imádság az, ami eredményt hoz. A hit hoz eredményt. És ez is az, amit maga az ige mond. Hogyha a Márk evangéliumának a 11. fejezeténél kinyitjátok, ezt mondja Jézus egy másik példázatban, vagy máshol, ez nem is példázat, de nem tudom, hogy ezt példázatnak hívják, inkább nem megyek bele ebbe. Szóval azt mondja Máté 11.23-ban, 23-25-ig, bizony mondom néktek, hogy aki azt mondja ennek a hegynek, emelkedj fel és vesd magadat a tengerbe, és nem kételkedik a szívében, hanem hiszi, hogy amit mond, az megtörténik, annak meg is adatik az. Ezért mondom néktek, higgyétek mindazt, amért imádkoztok, és amit kértek, megkapjátok, és meg is adatik nektek. És amikor megálltok imádkozni, bocsássatok meg, ha valaki ellen valami panaszotok van, hogy mennyei atyátok is megbocsássa nektek a vétkeiteket. Erre még visszatérek, de az elejét figyeljétek, hogy azt mondja, hogy aki nem kételkedik a szívében, hanem hiszi, amit mond, az megtörténik. Ezért mondom nektek, higgyétek mindazt, amért imádkoztok, és amit kértek, megkapjátok, és meg is adatik nektek. Jakab ugyancsak ezt mondja, a Jakab 5.13-ba. Olvasom egészen a 18. versig. Szenved-e valaki közöttetek? Imádkozik. Öröme van-e valakinek? Énekeljen dicséretet. Betege valaki közöttetek? Hívassa magához a gyülekezet véneit, hogy imádkozzanak érte, és kenjék meg olajjal az Úr nevébe, és a hitből fakadó imádság megszabadítja a szenvedőt. Figyelitek, a hitből fakadó imádság. Az Úr felsegíti őt, sőt a bűnt követett is el, bocsánatot nyert. Valljátok meg azért egymást a bűneiteket, és imádkozzatok egymásért, hogy meggyógyuljatok. Nagy az ereje az igaz ember buzgó könyörgésének. Illés ugyanolyan ember volt, mint mi, amikor buzgón imádkozott azért, hogy ne legyen eső, nem is volt eső a földön 3 évig és 6 hónapig. Aztán ismét imádkozott, és az ég esőt adott, és meghozta a termését. A hitből fakadó imádság megszabadítja a szenvedőt. Nem az érdekes, hogy milyen hosszan, milyen szavakkal imádkozol, hanem hogy hiszel abban, akihez imádkozol, hogy hittel szólsz hozzá, hogy ő megadja azt, amire szükséged van. És János még tovább megy, Jézus a János evangéliumában, azt mondja a 15. fejezet 7. versébe, ha megmaradtok én bennem, és beszédeim megmaradnak ti bennetek, akkor bármit akartok, kérjétek, és megadatik nektek. Tehát, hogyha még ráadásul meg is maradsz ő benne, ha ismered őt, ha ismered az ő igéjét, akkor te már tudod, hogy ő hogyan látja a dolgokat, hogyan látja a világot, hogyan vélekedik a dolgokról, mi az, amit ő jónak gondol, és mi az, amit ő rossznak. Tehát már előre tudhatod, hogy mik azok a dolgok, amiket megadhat neked. Már hálát adva imádkozhatsz, hogy atyám, hogy ilyen kérés, te nem szoktál utasítani, hát ez tuti. Hát én látom, milyen vagy. Már előre hálát adhatsz, hogy ez biztos, hogy megadja. A hit az, ami számít. A hit miatt fogjuk a megfelelő szavakat mondani, a megfelelő hosszúságban, a megfelelő ideig. A hit számít, és nem a sok ismétlés, nem a forma. És Jézus tovább megy, mert ő bemutatja azt, hogy milyen egy hitből fakadó imádság, hogy mibe higgyünk, mert a hit nem csak így általánosságban van, csak higgy. És mibe? Számít, hogy mibe hiszünk, nem? És Jézus itt megmutat pár dolgot, amit ő fontosnak lát, hogy így imádkozzatok. Megmutatja, hogy nem a szó szaporítása fontos, de ha valamire azt gondoltok, hogy mi a fontos az imádságban, akkor az, hogy a következőt higgyétek. Amiket én mondom, azt higgyétek, hogy ezekbe a dolgokba, amikről én most beszélni fogok, ezekbe higgyetek. Ezeket a dolgokat tartsátok szem előtt, így imádkozzatok. Ezt mondja Jézus, és a 9. verstől olvasom, ti tehát így imádkozzatok. Mi atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved. Jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennybe van, úgy a földön is. A mindennapi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsáss meg a mi vétkeinket, miképpen mi is megbocsájtunk az ellenünk vétkezőknek. És ne vigy minket a kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól, mert tiéd az ország, a hatalom és a dicsőség mindörökké. Amen.
ebbe az imádságba Jézus elmond jó pár dolgot, hogy mi az, amire ő gondol, hogy fontos, hogy amikor imádkozunk, szem előtt tartsuk. Ellenben a szavaknak a szaporításával. És én 9 részre szedtem ezt, 9 dolgot fogok most elmondani, amit azt látom, hogy Jézus fontosnak tart, hogy mi lássunk. Az első dolog, amit mond Jézus, úgyhogy a szavak szaporítása nem számít, de ami számít, hogy lássuk, hogy Isten az a mi atyánk. Számít, hogy higgyünk abban, hogy akihez beszélünk, az a mi atyánk. Hogy ő nem egy távoli Isten, nem egy közömbös Isten, hanem valaki, aki maga mutatta be magát atyának. Egy olyan valakinek, tehát egy olyan személynek mutatta be magát, olyan kapcsolatban mutatta be magát velünk, amiben ő az atya, aki felelősséggel tartozik, nem? A családban az atya felelősséggel tartozik, aki gondoskodni akar, akihez lehet fordulni, sőt, egy gyerek jó ideig senki máshoz nem fordulhat a családjában, csak az atyához. És ezt a képet Isten találta ki, és nem mi. Az az érdekesebb, hogy Jézus előtt senki sem hozta föl ezt a koncepciót. Tehát valószínűleg, amikor Jézus kimondta ezt az imádságot, sokan néztek. Hát mindenki alapból ki volt akadva, amikor Jézus a saját atyának nevezte Istent. Senki nem gondolt Istenre, mint az atyára. Senki nem írta volna le a kapcsolatát úgy Istennel, mint egy atya és fiú kapcsolatát, vagy atya és lány kapcsolatát. Hogy korrekt legyek. De ő így írja le. Ez az első, amit lássunk, hogy ő a mi atyánk. És az a nehéz, hogy sajnos ebben a világban nem mindenkinek jut eszébe erről jó dolog. De akkor hadd mondjam ezt, hogy gondolj most valakire. Ha a te apád nem volt egy jó apa, akkor most gondolj valakire, akit láttál jó apaként. Valakire, aki egy gondoskodó ember volt. Hogyha nem is éltél azzal az emberrel együtt egy családban egy életed, de talán te is találkoztál már olyan apával, aki azt mondta, hogy na ez jó apa. Mert itt kezdődik minden, hogy én milyen alapon fordulhatok Istenhez, hogy ő bármit megad nekem, hogy ő bármit akar tőlem, hogy ő bármilyen módon hallgat rám. Hát azon a módon, hogy ő a mi atyánk. És Jézus az utolsó nagy beszédjében a keresztre feszítés előtt is ezt mondta János 16-ban, hogy bizony-bizony mondom néktek, ez a János 16-23-tól 27-ig. Bizony mondom néktek, hogy amit csak kértek az atyától az én nevemben, megadja nektek. Eddig nem kértetek semmit az én nevembe, kérjetek és megkapjátok, hogy örömötök teljes legyen. Ezeket példázatokban mondom nektek, de eljön az az óra, amikor többé nem példázatokban szólok hozzátok, hanem nyíltan beszélek nektek az atyáról. Azon a napon az én nevemben kértek, és nem mondom nektek, hogy én kérem majd az atyát, értetek? Hanem maga az atya szeret titeket, mivel ti szerettetek engem, és hiszitek, hogy én az Istentől jöttem. Na ezen az alapon megyünk mi az atyához. Ezen az alapon fordulunk mi Istenhez. A második dolog, amit mond Jézus, hogy a mi atyánk, aki a mennyekben vagy. Hogy ez az Isten a mennyben van. Fontos, hogy szem előtt tartsuk, hogy higgyük, hogy van egy másik világ, amihez az Isten tartozik. Hogy ne e világ szerint ítéljük meg őt. Nem tudom, hogy észrevettétek, de ez a világ, ez egy eltorzult világ, ahogy előbb mondtam, az apák se olyanok, mint amilyennek lenniük kéne. Ez egy világ, ami nem olyan, amilyennek lenni kéne. És ez alapján nem ítélhetjük meg azt, hogy milyen az Isten hozzánk. Tehát az itteni érzéseim, az, hogy itt mik történnek, az nem lehet az alapja annak, hogy én megítélem azt, hogy Isten most velem van, hogy meghallgat engem-e, vagy sem. Nem ítéltem meg e világ alapján, hogy Isten jó-e, vagy sem. Mert ez a világ egy világ, ahol nem ő uralkodik. Az uralmat átadta az embereknek, akik már nem az ő törvényei szerint élnek, és ez az egész világ föl van borulva. És nincs jogunk róla ítéletet hozni e világ alapján. És fontos tudni, hogy amikor imádkozunk, akkor nem e világból hívunk segítséget, hanem egy másik világból. Az atyánktól. A harmadik dolog, amit mond Jézus, hogy szenteltessék meg a te neved. A harmadik dolog, amit szem előtt kell tartanunk, hogy Isten szent. Hogy legyen szent Isten neve közöttünk. A Péter levelében, 1 Péterben azt mondja Péter, 3. fejezet 15. versében, ellenben az Urat, a Krisztust
tartsátok szentnek a szívetekben. Én szerintem amúgy ez egy nagyon érdekes mondat. Én sokat gondolkoztam, hogy miért mondja ezt Jézus. Hogy szentetessék meg az Atya neve. Miért mondja Pál, hogy tartsátok Jézus szentnek a szívetekben. De én azt gondolom, hogy az imádság közben ez fontosabb, mint sok kérés, meg azoknak a kérésnek az elmondása. Fontosabb az, hogy Istent szentnek tartsuk a szívünkben, mint sok kérésünk. Mert a következő miatt gondolom ezt, mert egészen másképpen néz neki az élet. Egészen másképpen néz neki az ima életünk. Egészen másképp kérnénk, ha mi, meg a környező emberek szentnek tartanák Istent a szívükben. Kevesebb lenne az én beszédemben a miért, meg a hogyan, meg az akarom, meg a kérem. És lehet, hogy több lenne a köszönöm. Mert tudjátok, amikor Isten szentségével találkozik egy ember, akkor meglátja a bűneit. És amikor meglátod a bűneidet, akkor rájössz arra, hogy én semmit nem akarok, csak azt, hogy Isten bocsássa meg ezeket. És amikor meglátod azt, hogy mekkorák a bűneid, akkor ebből fakadóan meglátod, hogy mekkora a kegyelem te rajtad, és ez megváltoztat mindent. Tudjátok, amikor Jézus lábát megkente az a bűnös nő, akkor Jézus annyit mondott, hogy akinek sok bocsájtatott meg, az nagyon szeret. És én azt látom, hogy egy ember, akinek épp előbb adtak egy jó adag kegyelmet, az az ember nagyon elégedett. Az az ember szeret, az az ember békés, az az ember elégedett, az az ember boldog, az az ember képes dolgokra, amire nagyon kevés ember képes. Mert csak annyit lát, hogy nekem megbocsájtottak. Megbocsátottak. És ez az fontosabb mindennél. És én azt látom, hogy gyakran a mi megtérésünk, és ebben nem akarok nagyon belemenni, de azt látom, hogy gyakran a mi megtérésünk sem arról szól, hogy igazán bánjuk a bűneinket Isten előtt. Legtöbbször mi azt bánjunk, hogy nem voltunk olyanok, mint amilyenek szerettünk volna lenni. Legtöbbször, amikor mi vétkezünk, akkor minket az idegesít, hogy megint olyanok voltunk, amilyenek nem akartunk lenni. De én azt gondolom, hogy amikor Isten szentségével találkozunk, akkor azt bánjuk, hogy nem vagyunk igaz emberek. És ez egészen másfajta bánat. A Biblia is beszél az Isten szerinti megszomorodásról, és a világ szerinti megszomorodásról. És a mi megszomorodásunk nagyon gyakran tud lenni a sikertelenségen való megszomorodás, és nem a bűnön. Tehát én azt gondolom, hogy ez a szent dolog, ez fontos lehet. Bár nem tudom, hogy a te életedben személyesen miért, de valamiért Jézus ezt mondta. Legyen szent a te nemed. Negyedik dolog azt mondja, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is. Tehát nem a szavak szaporítása a fontos, hanem az is, hogy szem előtt tartsuk, hogy lehet, hogy az ő országa, az ő akarata jobb, mint a miénk. És érdemes erre vágyni. Az egy dolog, hogy mi elmondjuk, hogy mit akarunk. De mi van akkor, hogy ha az, amit ő akar, amit Isten akar, az jobb? Nem tudom, hogy szerintetek lehet-e ilyen, fennállt-e ilyen lehetőség, hogy mi lehet, hogy ismétlünk és szaporítjuk a szót, ismétlünk valami kérést és folyamatosan beszélünk Istenhez egy ideje valamiért, ami nem is a legjobb dolog az életünkben, és egyszerűen Isten azért nem adja meg, mert amit ő kitalált, az jobb. Ugye Jézus úgy kezdte, hogy lássátok meg azt, hogy az Atya tudja, hogy mire van szükségünk. De mi van akkor, hogyha mi nem tudjuk, hogy mire van szükségünk? Mi van akkor, hogyha én nem tudom, hogy mire van szükségem? Lehet az, hogy az ő akarata és az ő országa jobb, mint az én akaratom és az én országom? Lehet az, hogy a kettő nem egyezik? És Isten nem azért, ezért nem tesz meg dolgokat? Szerintem lehet. És hadd mondjam el, hogy minden ember kivétel nélkül, ez mindenkire igaz, aki itt van ma. Szerintem biztos. Biztos, hogy mindenkire igaz. Amikor legelőször Istennel kapcsolatba került, és legelőször hallott az imádságról, akkor Istenre úgy gondolt, mint valakire, aki a saját terveinek és vágyainak, álmainak megvalósulásában a legnagyobb segítség. Mindegyikünk ilyen volt. Mindegyikünk legelőször, amikor hallott Istenről, úgy gondolt rá, mint egy nagy dzsiniről. Tehát Isten velem. Hát akkor fú, mennyi mindenbe lehet kérni az ő segítségét, és ilyen vágyam, és ilyen álmom, és ilyen tervem van, és jöjjön Isten, és áldja meg azokat. De mielőtt órákon át imádkoznánk, és hosszú szavakat szaporítva, mindenféle módon elmondanánk Istennek ezeket a terveket és vágyakat, Jézus felhívja a figyelmet arra, hogy mi van akkor, hogyha Isten akarata és Isten országa jobb.
hogy imádkozzunk ezért, hogy jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod. És fontos látni, hogy az imádság nem az, hogy legyen meg az én akaratom, amint a földön, úgy a mennyben is. Hanem legyen meg, Isten, a te akaratod, itt a földön, úgy, ahogy a mennyben is. És ez a kettő nagyon különbözik egymástól. Az ötödik dolog, amit elmond Jézus, hogy fontosnak tartsuk, hogy tudjuk, hogy szem előtt tartsuk, hogy kérhetjük tőle azt, hogy a mi mindennapi kenyerünket add meg nekünk ma. Hogy Istenhez imádkozhatunk az élet mindennapi kérdéseivel kapcsolatban is. Hogy fordulhatunk Istenhez a mindennapi dolgokkal kapcsolatban, mindennapi kenyérrel kapcsolatban. Tehát Istenhez nem csak nagy és szent kérésekkel lehet fordulni. Én nem tudom, hogy nem éreztétek valahogy magatokat, hogy a királyt nem illik ilyen mindennapi szánalmas kis kérésekkel zavarni. Ilyen jelentéktelen dolgok, amik még földühödik rám. Tehát csak tényleg, hogyha valami nagy dolog van, akkor kell hozzá fordulni. Nagyon sok ember így gondolkozik. Én beszélgettem emberekkel az életük problémáiról, és utána mondtam, hogy imádkozzunk ezért, és azt mondtam, én nem imádkozom ezért. Én csak azért imádkozom, hogy a nagymamámnak jó legyen. De magamért nem fogok. Ez istentelen. Ez téves. Ennek nincs köze ahhoz, ami valójában az imádság, mert az imádság arról szól, hogy én oda mehetek a mennyei atyámhoz. És ne felejtjétek, ő döntött úgy, hogy atya lesz, aki a mindennapi életben is részt akar venni. Ő találta ki, hogy ő atyaként mutatja be magát. Tehát Istent lehet zargatni a mindennapi kérésekkel. A hatodik dolog, amit megmutat Jézus, hogy a bűnök bocsánatát is lehet kérni ettől az atyától. És bocsáss meg a mi vétkeinket, miképpen mi is megbocsájtunk az ellenünk vétkezőknek. Hogy nem csak az élet mindennapi problémáival lehet Istenhez menni, hanem Istenhez oda lehet menni azokkal a problémáinkkal, amik vele vannak. Mert vannak ugye nagy gondok, kis gondok, mindennapi gondok, egyszeri gondok, meg van gondunk Istennel. Van gond a mi kapcsolatunkban is. És ami fontos, hogy lássuk, hogy ezzel is oda lehet menni Istenhez. Oda vihetjük ezt. Oda vihetjük magunkat, amikor nem vagyunk jóba vele. Mert Isten megbocsájt. Lehet kérni Istentől bocsánatot. Nem a szavak szaporítása fontos, hanem az, hogy Istentől tudjuk, hogy lehet bocsánatot kérni bármikor, és ő megbocsájt. Ha van bűnöd, akkor a megoldás az nem az, hogy kompenzálsz. Hogy imádkozol nagyszerű, nagy dolgokért, és nagyon odaszántan, és minden nap reggel 5-től 7-ig. Mert te tényleg most nagy bajba vagy, és nem vagy olyan, ami ennek Isten elgondolt, és az elmúlt 2 hónapban nem úgy viselkedtél, ahogy kellett volna, ezért kompenzálnod kell. De ez teljes torz használata az imádságnak. Mert ha te 2 hónapja nem azon az úton jársz, amin kéne, akkor ma nem arra van szükséged, hogy csatlakozz az ima csoporthoz, hanem az arra, hogy oda menj az Istenhez, és azt mondd, hogy bocsáss meg. És ő megbocsájt. 7. dolog. Jézus szerint fontos, hogy tudjuk, hogy lehet azt kérni Istent, hogy ne vigyen a kísértésbe bennünket. 13-as vers, és ne vigy minket a kísértésbe. Lehet kérni Istentől, hogy adjon egy olyan időszakot, amiben győzelembe járunk. Lehet kérni tőle, hogy legyen mellettünk, közel hozzánk, és őrizzen meg bennünket csapdáktól. Hogyha mi mondjuk felismerjük, és remélem felismerjük, hogy van gonosz ezen a világon, hogy vannak csapdák ebben az életben, amikbe belesétálhatok, lehetőségek, hogy tönkre tegyem az életemet. Ha ezt felismerem, akkor lehet kérni, hogy Isten segítsen ezeket elkerülni. Lehet kérni Istent, hogy segítsen elkerülni a csapdákat, segítsen felismerni azokat, és elkerülni minden olyan lehetőséget, amivel tönkreteszem az életemet. Én nem tudom, hogy ti féltetek vala attól, hogy mi lesz veletek? Én azt látom, hogy az ember egy kicsit jobban megismeri magát, rájön arra, hogy az életet tönkretételének minden lehetőségét magába hordozza. Tehát az, hogy én tökéletesen tönkretegyem az életemet, az ott van bennem. És vannak kifejezetten visszatérő gyengeségeim. Helyek, ahol nagyon sebezhető vagyok. És néha az embert átjárja a félelem, hogy maradok meg ezen az úton. Én a saját odaszállásomban már nem bízok. És nagy az esélye annak, hogy elbukok.
Ez igaz, nagy az esélye, ha egyedül vagy, de nem vagy egyedül. Nem vagy egyedül. Nem vagyunk egyedül. Van egy pásztor velünk, aki előttünk jár, aki megtarthat, aki segített elkerülni a kísértéseket, segített észrevenni a csapdákat, aki megőrizhet bennünket. Micsoda mondat van az ároni áldásban? És ragyogtassa rád az orcáját az Úr is, őrizzem meg téged. Őrizzem meg. Hogy nem kell magunkat megőrizni, hanem az Úr megőrizhet bennünket. Kérhetjük ezt tőle, hogy Uram, őrizd meg engem, mert ha rajtam múlik, akkor én tuti elbukom. És én mostanában imádkozom olyan barátaimért, sajnos van egy-két olyan barátom, aki bajban van. Akik tényleg olyan dolgokba léptek be az életükben, mert nem kellett volna is. És sok mindenet tönkretették az életüket, tönkretettek lehetőséget az életükbe. És mostanában nagyon sokat imádkozom ezekért a barátokért, hogy Uram, csak ne vidd őket a kísértésbe. Adj nekik olyan időszakot, amikor felszabadulnak attól a sok dologtól, amiben bele vannak gabajodva. Attól, hogy amikor ma fölkelnek, akkor ne legyenek kísértések körülöttük, és ne azzal vágyja keljenek föl a szívükből, hogy nincs kedvem Istenhez menni, nincs kedvem Bibliát olvasni, hanem épp az ellenkező, hogy akarjanak hozzád menni. És imádkozom, hogy maradjanak távol ezektől a csapdáktól. Ez egy akkora dolog, hogy oké, megvan a döntésük, de Istenem, adj egy olyan időszakot, amikor szabadabbak ezektől a lehetőségektől beelbukhatnak. Hogy egy küzdelem maradjon távol tőlük. Lehet ilyet kérni Jézustól, a saját életünkre és más életekre. A 8. dolog, amit szeretett volna látni, hogy Jézust lássuk, hogy nem csak azt kérhetjük, hogy megőrizzen bennünket, hanem azt, hogy szabadítson is meg. Szabadítson meg a gonosztól. Én imádkozhatom így, hogy Uram, szabadíts meg a gonosztól. És én elmondhatom magamról, hogy az elmúlt időszakomban én nagyon sokat imádkoztam ezt az imát. Hogy oda mentem Istenhez, és azt mondtam, hogy Istenem, ha valami a gonosztól van, ha valamiben ő téveszt meg, ha ő áll a hátterébe egy küzdelemnek, ha ő az, aki itt most szétdobálja a dolgokat, összekuszálja a dolgokat, összezavarja a dolgokat, akkor szabadíts meg. Én őszinte vagyok hozzátok, én nagyon gyakran, nagyon karizmatikus vagyok, amikor imádkozom. Hogy jó Uram, szabadíts meg a gonosztól, kérlek, hogy vidd el innen. Néha arra van szükségünk, hogy ezt imádkozzunk, és nem arra, hogy tovább agyaljunk emberi megoldásokon. És nekem egy ilyen időszakom volt, az elmúlt időszak az életemnek az ilyen volt, hogy vagy volt egy ilyen időszak az elmúlt életem. Hogy azt éreztem, hogy az életem különböző területein zűrzavar van és nyomasztó gondolatok folyamatosan. És próbáltam gondolkodni és megoldást találni, agyaltam, és így feloldani ezeket a feszültségeket. Feloldani, hogy miért is nincs olyan nagy baj. És ráébredtem egy idő után, hogy minden mögött a sátánál, mert amúgy ezeket az amúgy is nehéz kérdéseit az életnek per pillanat megoldhatatlannak láttam. Nem tudom, hogy azért az élet nehéz. De vannak olyan időszakok, amikor konkrétan mindent megoldhatatlannak látunk. Hogy bizonyos dolgokat az életünkben. És én azt találtam, hogy ezekben a gondolatokban nincsen semmi remény, nincsen hit. És mindent egy ilyen sötét szűrőn keresztül vizsgálok, és ha gondolkodom ezen, mert mindig gondolkodik megoldáson, akkor nincsen szabadságom arra, hogy máshogy gondolkozzak, csak sötéten, reménytelenül. És észrevettem, hogy minden gondolatom végén a következő szerepel, hogy hagyd abba a szolgálatot, és hagyd abba az Úrral való járást, az az egyetlen esélyed a boldogságra. És akkor ezeken a végkövetkeztetéseken gondolkoztam el, hogy valami nem stimmel. És rájöttem arra, hogy nem gondolkoznom kell, hanem imádkoznom. És pont most volt, hogy összejöttem egy pár sráccal imádkozni, és csak azt kértem, hogy Isten, szabadíts meg a gonosztól. Segíts máshogy látnom ezeket a kérdéseket. És nem a kérdések változtak meg, hanem a lámpát oltották föl. Azt a nyomást szedték le erről az egészről, ami ott volt mindvégig. Néha arra van szükségünk, hogy kérjük, hogy Isten szabadítson meg a gonosztól. De fontos meglátni azt, hogy Jézus szellemi harca kb. Ennyire egyszerű. Szabadíts meg a gonosztól. Hogy ezt mi kimondhatjuk, kérhetjük, és én nem... Most lehet, hogy itt megbotránkoztatok pár ember, de én nem hiszek a szabadító szolgálatokba. Legalábbis azokba a szabadító szolgálatokba, amik azt mondják, hogy különböző beavatott emberek praktikáira
hosszú távú, megadott lépésekbe levő imádságaira és szabadításaidra van szükséged, arra, hogy megszabadulj a gonosztól. Én azt látom, hogy arra van szükség az ember, hittel oda menjen Istenhez, és azt mondja, hogy szabadíts meg a gonosztól, hogy higgyen abba, hogy Isten ezt megteszi. Könyörgöm, milyen atya az, aki látja a gyermekét, hogy veri valaki, és az odafordul hozzá, és azt mondja, hogy szabadíts meg, és azt mondja, hogy nem, mert kell 5 szabadító szolgálatos valaki, aki most idejön, és Jézus nevében megtöri ezt a dolgot, amit az anyukádnak a tarotkártyával való kis 30 évvel ezelőtti játékai kezdtek el, mert attól vagy te így megkötözve. Én nem tudok ebbe hinni. Én nem ezt látom a Bibliában. Ez az én személyes véleményem. Én azt látom, hogy odafordulhatok az atyámhoz, és azt mondhatom, hogy Uram, szabadíts meg a gonosztól. És nagyon gyakran azt mondom, hogy Uram, én nem tudom pontosan, hogy ennek a küzdelemnek mi az eredete. De ha a gonosztól van, akkor szabadíts meg. Ha pedig egészen más az eredete. Ha nem szabadító imádságokra van szükség, hanem arra, hogy megváltoztassam az utamat, a gondolkodásomat. Akkor meg azt mutasd meg. És én hiszem, hogy ezt meghallgatja. Hiszem, hogyha valami a gonosztól van, és én kérem, hogy szabadítson meg, akkor megszabadít. És pont. 9. dolog. Mert tiéd az ország, a hatalom és a dicsőség mindörökké. Amen. Tehát Jézus szerint nem az a fontos, hogy hosszan, szépen imádkozzunk, hanem hogy figyelembe vegyünk dolgokat. És ezek közül az utolsó, amit itt mond, az az, hogy Istené az ország, a hatalom és a dicsőség, hogy ezt a valakit hívjuk segítségül a mi helyzetünkbe. Ezt a valakit hívjuk a segítségül, aki az ország, a hatalom és a dicsőség, hogy fogja a pártunkat egy bizonyos szituációba. Ennek nem az utolsó lépésnek kell lenni, hanem az elsőnek. Az imádság nem valami, ami a megoldás, amikor már a megoldások, a valódi, az igazi megoldások nem működnek, tehát imádkozzunk. Tehát jó lenne most már imádkozni, nem nagyon tudunk csinálni semmit, ami normális lenne. Nem, hanem ennek kéne az elsőnek lenni, mert amikor imádkozunk, akkor a mindenható Istent kérjük, aki megvásárolt Jézus vérén mindent, ami a mennyen és a földön van, aki minden hatalom mennyen és földön, aki minden dicsőség, hogy ő az ő hatalmával járjon közbe egy helyzetben miértünk. Hogy én abban a helyzetben már ne csak egyedül legyek, hanem ő is velem legyen. Na ez az imádság. És Jézus azt mondja, hogy ha valamit szem előtt tartsunk, akkor ez az, amikor imádkozunk. Tehát Jézus szerint, amikor imádkozunk, akkor így imádkozzunk. Hogy lássuk, hogy Isten a mi atyánk, aki a mennyben lakik. Hogy tartsuk őt szentnek a szívünkben. Akinek van egy akarata és országa, ami talán jobb, mint a miénk. Akit lehet az én életem mindennapi kérdéseiben és szükségeiben is zargatni. Lehet segítséget kérni ezekben. Akihez lehet fordulni a bűnök bocsánatáért. Aki meg tud őrizni és távol tud tartani a kísértéstől. Akihez lehet fordulni a gonoszszal van dolgunk, hogy ő, és ő meg tud szabadítani a gonosztól. Aki az ország, aki a hatalom, és aki a dicsőség. Jézus azt mondja, na, ha valahogy imádkoztok, akkor úgy imádkozzatok, mint emberek, akik ezeket a dolgokat hiszik. És még egy dolgot elmond. És én ezzel az utolsó dologgal fejezem be. Hogy amikor imádkozol amellett, hogy lásd, hogy az ima az nem csak egy eszköz, hanem egy kommunikáció. Amellett, hogy látod, hogy hiszed. Hogy látod, hogy a hit számít. Amellett, hogy meglátod ezeket a fontos dolgokat, amiket elmondtam. Van még egy dolog, amit én nem tudok, őszintén mondom, nem tudok finomítani, nem tudok félremagyarázni, nem tudom azt mondani, hogy de Jézus itt igazából azt akarta mondani, mert akárhogy nézem, itt Jézus azt akarja mondani, amit mond. Mert így folytatja Jézus. Mert az embereknek megbocsátjátok a vétketeket, nektek is megbocsátja mennyei atyátok. Ha pedig nem bocsátotok meg az embereknek, atyátok sem bocsátja meg a ti vétkeiteket. És Jézus ezt nem csak itt mondja, hanem a Márk evangéliumában is. És amikor Márk evangélium a 11:25, amit az elején felolvastam. Amikor megálltok imádkozni, bocsássatok meg, ha valaki ellen valami panaszotok van, hogy mennyei atyátok is megbocsássa nektek a vétkeiteket. Amikor imádkozunk, Jézus akart, hogy egy dolgot még azért tudjunk, ami nagyon számít. Ami nagyon számít Istennek. Méghozzá az, hogy hogyan állunk az emberekkel.
Mert ha te odamész Istenhez, és akarsz tőle jó indulatot, ami Istennél mindenképp a bűnök bocsánatával jár együtt, csak hogy tisztázzuk. Tehát Isten nem azért jó indulatú velünk, mert annyira megérdemeljük, hanem valahol, ha jó indulatú velünk, akkor mindenképp valahol megbocsájtott. Tehát egy meg nem érdemelt kegyelmet kapunk. Akkor te nem teheted meg azt, hogy ezt nem akarod átadni másoknak. Vagy az elszámoltatás és ítélet rendszerében vagy, vagy a megbocsájtás és a kegyelem rendszerében vagy. És olyan nincsen, hogy te szeretnél megbocsájtást, de szeretnéd az adósságokat behajtani mindenütt. Vagy azt mondod, hogy legyen elszámolás, és akkor te is bajban vagy, vagy azt mondod, hogy ne legyen elszámolás, de akkor te se számolhatsz el. És Jézus ezt nagyon a fejünkbe akarta vésni. Emlékeztek a példára a gonosz szolgáról? Hát ez elképesztő ijesztő. Ott van egy szolga, aki oda megy az urához, akinek tartozik, és azt mondja, hogy nem tudom kifizetni ezt. És az úr azt mondja, hogy elengedem ezt neked. És utána visszamegy, és sokkal kevesebbet tartozik neki egy szolgatásra, és elkezdi verni és börtönbe vinni, hogy te add meg nekem azt, amivel tartozol. És utána meghallja az úr ezt. Fogja ezt a valakit, börtönbe veti. Kidobja a külső sötétségre, azt mondja, hogy lesz ott sírás és fogcsikorgatás. Jézus, én nem tudom Jézus szavait finomítani jobban. És engem ugyanúgy frusztrál, meg ijeszt, meg ilyenek, de a megbocsájtás úgy látszik Istennél számít. Amikor megállsz imádkozni, amikor Istenhez járulsz, tudd azt, hogy számít, hogy te a szívedbe akarsz-e gyűlölni, vagy sem. Ezt mondja a Máté, ezt mondja a hegyi beszédbe előtte Jézus, hogyha odaviszed az ajándékodat az oltára, és ott jössz rá, hogy valami nincs rendben valakinek, akkor hagyd ott, akkor ne is próbálkozz ezzel az oltár dologgal, menj és rendezd el előbb a dolgaidat. Nem, Isten nem kíváncsi a mi áldozatunkra, hogyha mi gyűlöletet akarunk táplálni a szívünkbe valaki iránt. Ha hiszel a megfelelő dolgokba, ha jó dolgokat kérsz, ha mindent helyesen csinálsz, nem számít, ha te gyűlölni akarsz, ha te keserű akarsz maradni. Nem számít, amíg nem akarsz megbocsájtani. Ha ítéletre vágyunk, akkor mi is ítélet alatt vagyunk. És én nem akarok most a keresztény üdvösség kérdésbe belemenni, hogy el lehet-e veszíteni, vagy sem. Ez, én azt gondolom, hogyha erről elkezdenénk aggódni, ez megint csak rólunk szólna, hogy akkor mi lesz velem most akkor? Én csak annyit látok, hogy Jézus egyértelműen beszél ezekről, és én személyesen nem akarok az az ember lenni, aki olyan, mint az a szolga. Én csak annyit látok, én nem akarok teológiába belemenni, annyit látok, hogy én nem akarok soha olyan szituációba lenni Isten előtt, hogy ő ne bocsássa meg nekem a vétkeimet. Ez érdekel. És Jézus itt ezt a kettőt összekötötte. És engem nem érdekel teológia, engem az érdekel, hogy soha az életbe ne legyek olyan helyzetben, hogy Isten engem számon kérjen az én bűneimtől, bűneimről, amit ő amúgy nem akar tenni. Tehát, hogy én ennyit tudok mondani, ha te úgy vagy itt, hogy nem akarsz megbocsájtani itt valakinek, akkor semmi dolgod az Istennel. Ebben a teremben, az egész világon senkinek nem adatott meg az a luxus, hogy ne bocsásson meg. Senkinek. Nincs ilyen luxus. Én engem számon fog kérni Isten egy nap, és ha én azt mondom, ellenkezőjét mondanám nektek, akkor felelősségre vonhatna, hogy az igéje nem ezt mondja. Na most az egy másik kérdés, hogy meg tudunk-e bocsájtani, hogy képesek vagyunk bizonyos dolgokat megváltoztatni a szívünkbe. Egy dolog az akarat. Mert egy kérdés az, hogy akarsz-e, de a másik kérdés az, hogy megy-e vagy sem. Mert Jézus közben azt mondta, hogy boldogok a lelki szegények. Boldogok, akik úgy mennek oda Istenhez, hogy azt mondják, hogy tudom, hogy mit kéne csinálni, könyörgöm, Isten segíts. Boldogok, akik alázatban mennek oda hozzá. De én azt gondolom, hogy sok ember, aki nem tud megbocsájtani, nem így áll Isten előtt, hogy könyörgöm, vedd el ezt az egy dolgot, ez a legszörnyűbb dolog az életemben. Hanem úgy állunk, mint keserű emberek, aki keserű is akar maradni, mert az a szemét. Hogy fizetné meg neki az Isten. De ha te úgy vagy itt, hogy nem tudsz megbocsájtani, oda mehetsz Istenhez, mint egy lelki szegény, aki kiállt, hogy Istenem, könyörülj rajtam. Én meg akarok bocsájtani. A megbocsájtás, tudjátok, egy döntés. Egy döntés, amit ma meghozhatsz, hogy elengeded és átadod azt a tartozást, amivel tartozik neked az az ember.
átadod ezt a tartozást Istennek, és már Istennek tartozom. Ne nekem, én elengedtem. Fölállsz, és azt mondhatod, hogy igen, én ezt szeretném. És lehet, hogy egy ideig minden nap ki kell mondanod ezt, minden reggel, lehet, hogy minden órában, hogy igen, én ezt szeretném. És lehet, hogy az érzelmek lassabban fognak változni. De a kérdés az, hogy milyen úton jársz itt ma, hogy akarsz ezen az úton járni, megbocsájtás útján. Én megmondtam, én ezt látom, hogy Jézus egyértelműen megmondta, hogy miért akarjunk ezen az úton járni. És ezt a döntést meg kell hozni. És én azt hiszem ma, ha te így vagy itt, te pontosan tudod, hogy ezt a döntést meghoztad-e, vagy sem. Hogy meg akarsz bocsájtani. Ha nem, akkor itt az ideje, hogy meghozd. Különben nem sokat ér az, hogyha Istenhez járulsz. És én fogok adni időt, hogy ti most elgondolkozzatok ezen, és utána szeretnék imádkozni azokért, akik ezzel küzdenek. Ha te úgy vagy itt, hogy nem akartál megbocsájtani, hogy te akartál valami gyűlölethez, keserűséghez ragaszkodni, akkor ma megtérhetsz ebből, mert ebből meg kell térni, sajnos. És imádkozni fogunk, érted? Mert Isten meg tudja tenni a csodát. Ő föltámasztott egy halottat. Nem lesz nehéz, ha te kéred őt megváltoztatni a ti szívedet. Hogy tudott a semmiből valamit létrehozni, tud egy szívben, amiben csak utálat van, szeretetet gyújtani. De ez neked is hozzá kell járulnod. Ez akarnod kell. És utána meg dicsőíteni fogunk. És szeretném azt, hogy ha már így erről beszéltünk, akkor hittel járuljunk is Istenhez. Van még fél óránk az estéből. És hogy dicsőíteni fogunk, akkor emlékezzetek rá, hogy ő a ti atyátok, aki előtt mi most itt vagyunk. Az atya. Az atya. Nagyon szeret minket. És kérjétek őt, ha mondjuk küszködtök egy dologban egy ideje, és nem nagyon tudjátok, hogy egyáltalán amit akartok, az jó, vagy az egész teher rajtatok van, hogy lesz ez a terület, adjátok át, mondjátok, hogy tudod mit, Isten, legyen meg a te akaratod, jöjjön el a te országod, átadom az irányítást. Ha esetleg mindennapi szükségetek van, mindennapi dolgok felül aggódtok, akkor ma menjetek hozzá, lássátok, Jézus megmondta, hittel kérhetjük ezt tőle. Ha félelemmel vagytok itt, féltek, hogy egy szituációban mi lesz veletek, kérjétek, hogy akkor ne vigyen a kísértésbe benneteket. Adjátok át magatokat neki, hogy ő megőrizzen titeket. Ha szenvedtek valamibe, küszködtök valamiben, úgy érzitek, hogy a gonosz tart titeket. Ma oda mehetünk Istenhez, hogy Uram, szabadíts meg a gonosztól. És ha itt dicsőítünk, akkor én bátorítak titeket, hogy ahol helyeteken vagytok, imádkozzatok Istenhez, vagy forduljatok oda egy testvéretekhez, és imádkozzatok vele, vagy kimba leszünk a Sziszivel, és hozzánk is lehet jönni imádságért. Még múlt héten az egyik lánya, Lilla is. Lilla, itt vagy? Lilla, nincs itt. Ő is itt volt, hogy legyen kint egy lány is, aki imádkozik, hogyha egy lányhoz szeretnél oda menni. De mi hittel fogunk imádkozni, érted? Ne forduljunk oda Istenhez, mert azt mondja az ige, hadd olvassam fel a Jakab levelét újra. És a hitből fakadó imádság megszabadítja a szenvedőt, és az Úr felsegíti őt, sőt, ha bűnkövetettel is el bocsánatot nyer. Valljátok meg egymásnak bűneiteket, és imádkozzatok egymásért, hogy meggyógyuljatok. Nagy az ereje az igaz ember buzgó könyörgésének. Én hosszú-hosszú listát tudnék nektek itt írni arról, hogy mennyi imádságot hallgatott meg Isten az én életemben az elmúlt időszakokban. Én nagyon hiszek abban, hogy Isten meghallgatja az imádságokat. Nagyon. Körülbelül annyira, hogy még fél órát tudnék erről beszélni. De itt abba hagyom. És ahogy most a bandi egy picit játszik, én szeretném, hogy elcsendesedjünk. Ahogy a bandi hangol pontosabban, akkor szeretném, hogy segítsünk neki, hogy tudjon rendesen hangolni. És ahogy most elgondolkozunk, akkor gondold végig, hogy te vagy az ember, aki nem bocsájtottál meg. Most nem kell külön találni valamit. Sokszor így az a félelmem, hogy egy ilyen felhívásnál mindenki keres magába, hogy Úristen, én akkor most találjak már valamit, biztos nagyon gáz, mert ha nem találok, majd később jövök rá 3 év múlva, hogy
valami baj volt velem, és addig már tönkre ment az életem. Én azt gondolom, hogy ez nem így működik. Te pontosan tudod. Szívedben nézel, és pontosan tudod, hogy te vagy az. Nem kell külön keresni. Nem kell végig gondolni, hogy a tesót hányszor vett el a dömper tőled, hogy ezt igazán megbocsájtottad-e. Talán kérdés, hogy a tesódnak megbocsájtottál-e. Talán kérdés. Hagyd, hogy Isten fölhozza most. De én most szeretném, hogy ahogy a Bandi dicsőít, vagy nem dicsőít, penget, vagy hangol, vagy... egy picit, még nem kezdünk el énekelni, gondolkozz el ezen. És én utána szeretnék imádkozni azokért, akik ma azt mondják, hogy igen, én ez vagyok, és Isten, én ma meg akarok bocsájtani. És kérni is foglak majd, hogy álljál föl a helyeden, ha ez vagy te. Hogy vald meg ezzel, hogy én Isten itt vagyok, és én meg akarok bocsájtani. És ha nem is megy, én könyörgöm, alázattal jövök hozzád. Kérlek, segíts nekem, látom ennek a súlyát. Segíts nekem, ó, nyomorult embernek. Emlékeztek, hogy imádkozott az a bűnös ember, akiről beszélt Jézus, hogy a farizeus meg a bűnös ember imádsága. Bement a fickó Isten el, és verte magát, hogy ó, könyörülj rajtam, Istenem. Hát mikor van az, amikor mi így megyünk Isten elé, hogy ó, könyörülj rajtam. Általában úgy megyünk Isten elé, hogy Isten, megpróbáltam, nem ment elegem van, nem próbálom tovább. De egy kis alázatot vigyünk bele. Menjünk ma alázattal Isten elé. És ő meghallgatja, olyan szívesen meghallgatja. Csak menjünk hittel és alázattal elé. Szóval gondolkozzatok el, hogy ti vagytok-e, és mindjárt imádkozunk. Hát, hogyha úgy vagy itt, hogy te egy olyan valaki vagy, aki nem bocsájtottál meg, és szeretnél megbocsájtani, akkor kérlek, állj fel a helyeden, hol vagy, és én szeretnék imádkozni, érted? Legyen ma a napja annak, hogy lerakjuk az utálatot és a keserűséget, és ettől szabadon megyünk ki. Nincs is ennél nagyobb szabadság. Nekem is megbocsájtottak, én is megbocsájtottam mindenkinek. A világ kerek. Atyám, te látod ma azokat, Uram, akik felálltak. Meg akár azokat is, akik most éppen azon gondolkoznak, hogy fel kéne állni. Uram, én imádkozom ezekért az emberekért, akik alázattal jönnek hozzád. Azért az alázatot igényel, hogy valaki fölálljon ennyi ember előtt. És kérik, hogy Uram, segíts. És igazából megvallják, hogy én nem bocsájtottam meg, de ma meg akarok bocsájtani. Én imádkozom, hogy te tekints rájuk, te áld meg őket az ő döntésükért, és adj erőt nekik. És én azért is imádkozom, hogy segíts meg, Uram, az érzelmek területén. Uram, néha mi, nekünk nincs lehetőségünk, hogy a szívünket megváltoztassuk. De az akaratunkat, azt tudjuk változtatni. Akarni tudunk dolgokat. De neked viszont megvan a hatalmad, hogy megváltoztass szíveket. Viszont te meg az akaratunkat nem veszed el, és nem akarsz helyettünk. Tehát ma este mi az akaratunkat adjuk, és kérjük a te kegyelmedet a szívek megváltoztatásáért. És Uram, te
Látod azokat, akik most felálltak, és én imádkozom, hogy minden keserűséget és megbocsájtást vegyél ki. Bár én azt gondolom, hogy itt a döntés a legnagyobb, Uram, hogy csak felálltak. Csak azt mondták, hogy én meg akarok bocsájtani. Én át akarom engedni a tartozást, és ez neked annyira elég. Te csak ennyit kértél. És köszönöm, hogy így lehetünk a te képviselőid. Emberekként, akiknek megbocsájtatott, akik kegyelmet kapnak, és ezek után megbocsájtanak és kegyelmet osztanak. Milyen emberek akarunk lenni? Kérlek, segíts ebben, Atyám. És köszönjük, hogy tanítasz az igédből arról, hogy hogyan imádkozzunk. És szeretnénk ma így eléd jönni, és Uram, ma lehet, hogy sok kérés jön meg föl hozzád. Uram, köszönöm, hogy itt vagy, és ezeket meghallgatod. Hogy örömmel fogadod, hogy nagy mosolyod az arcodon vagy itt előttünk. Legyen áldott ezért a neved. Jézus nevében. Amen. Amen. Dicsőítsünk, és hogyha szeretnétek imát kérni, itt leszünk oldalt. Ha szeretnétek imádkozni, csak imádkozzatok. És ennyi. Szenvedés
szellem, áradj most szín, jöjj el, Uram, jöjj el, Uram, hozzám. Sebesen zúgó szél, ruhász fel mennyei erő, szabadíts foglyokat, dicséreteddel átítas, dicsőséged lesz áll. Dicsőséged lesz áll. Emésztő tűz, lobbanj fel még, szenvedéllyel ég. Ó, Szent Szellem, áradj most szét, jöjj el, Uram, jöjj el, Uram. Emésztő tűz, lobbanj fel még, szenvedéllyel ég. Ó, Szent Szellem, áradj most szét, jöjj el, Uram, jöjj el, Uram, hozzánk. Gerjesz fel most a szívünk, gerjesz fel most a szívünk, gerjesz fel most a szívünk szenvedélyedért. Gerjesz fel most a szívünk, gerjesz fel most a szívünk, gerjesz fel most a szívünk szenvedélyedért. Gerjesz fel most a szívünk, gerjesz fel most a szívünk, gerjesz fel most a szívünk szenvedélyedért. Gerjesz fel most a szívünk, gerjesz fel most a szívünk, gerjesz fel most a szívünk szenvedélyedért. Emésztő tűz, lobbanj fel, szenvedéllyel ég. Ó, Szent Szellem, árasz most szét, jöjj el, Uram, jöjj el, Uram. Emésztő tűz, lobbanj fel még, szenvedéllyel ég. Ó, Szent Szellem, áradj most szét, jöjj el, Uram, jöjj el, Uram, hozzánk. Ezerszer elestem én, de te mégis szeretsz. Ha újra megbotlanék, megtart kegyelmet. Örök fényed az idővel nem múlik el. Dicsőséged véget nem ér, nem szürkül el. Thank you.
legmélyebb vágyad, és az én célom az, hogy megtagadva magam eléd boruljak. Örök fényed az idővel nem múlik el, dicsőséged miget nem ér, nem szürkül el. A szívem mélyén csak te légy a fény, védj birtokodba teljesen, Uram. A szívem felé kinyújtja kezét, hogy átöleljen teljesen. Örök fényed az idővel nem múlik el, dicsőséged véget nem ér, nem szörkül el, és szívem vágya téged áldjon örökké, téged dicsérjen lelkem. A szívem mélyén csak te légy a fény, védj birtokodba teljesen, Uram. A szívem felé kinyújtja kezét, hogy átöleljen teljesen. Örök fényed az idővel nem múlik el, dicsőséged véget nem ér, nem szörkül el, és a szívem vágya, hogy téged áldjon örökké, téged dicsérjen lelkem. Örök fényed az idővel nem múlik el, dicsőséged véget nem ér, nem szörkül el, és a szívem vágya, hogy téged áldjon örökké, téged dicsérjen lelkem örökké, téged dicsérjen lelkem örökké. Uram, itt vagyok, változtasd meg szívemet, mert tőled árad rám a kegyelem. Uram, beismerem, hogy gyengeség van még benne, de van szabadító. Féltő szereteted jöjj közel, s tarts jelenlétedben. Áraszd rám szent kenetedet, s ahogy várlak, felkelek, mint sas madár, és szárnyalok veled, a te szellemed vezet a mennyhez közeled. Itt
vagy jó, változtasd meg szívemet, mert tőled árad rám a kegyelem. Uram, beismerem, hogy gyengeség van mi benne, de van szabadító. Féltő szeretetem jöjj közel, s tarts jelenlétedben. Áraszd rám szent kenetedet. S ahogy várlak, felkelek, mint sas madár, és szárnyalok fele, a te szellemed vezet a mennyhez közelebb, és szárnyalok vele, a te szellemet vezet a mennyhez közelebb. Több erő, több szeretetet, többet tőled minden nap. Több erőt, több szeretetet, többet tőled minden nap. És teljes szívemből imádom neved, az elmém meghajol és hódol neked. Teljes lényem tiéd, rendelkezz velem, mert te vagy az Úr. Te vagy az Úr. Több erő, több szeretetet, többet tőled minden nap. Több erőt, több szeretetet, többet tőled minden nap. És teljes szívemből imádom neved,
Mennyi atyám, mi köszönjük, hogy itt lehetünk előtted, és hogy dicsőíthetünk téged, Uram. Én köszönöm a te szeretetedet, a kegyelmedet, Uram. Én köszönöm, Uram, azt, hogy te formálsz bennünket, vezetsz bennünket. És én imádkozom, Uram, hogy segítsük, hogy a következő héten meglássuk azt, hogy milyen jó Isten vagy. Vagy egy ima meghallgató Isten vagy. Uram, hogy érdemes kérni tőled, mert aki kér, az kap, aki keres, az talál, az örgetőknek megadatik. Én köszönöm, hogy így fordulhatunk hozzád, Uram, és szeretnénk segítségül hívni téged minden helyzetbe, Uram, az életünk minden helyzetébe, Uram. És én köszönöm, Uram, hogy velünk vagy, és én imádkozom, az az én kérésem ma este, hogy árasz ki a lelkedet miránk, amiről látom a Bibliából, hogy te vágyod kiárasztani, és add, Uram, hogy a következő héten benned tudjunk maradni, Uram, hogy úgy járjunk eljük, mint akikből árad Isten, akik tel vannak Isten szeretetével. Add, Uram, hogy ezzel a szeretettel ezt áldjuk meg a körülöttünk levő embereket, Uram. Én imádkozom, Uram, minden testvéremért itt ma, hogy szabadíts meg a gonosztól bennünket. Kérlek, ne vigy a kísértésbe, Uram, hogy a jövő héten járunk elünk, Uram. Add, Uram, hogy a mi küzdelmeinkbe érezzük azt az erőt, a te erődet, ami megőriz bennünket, megtart bennünket, Uram. Annyira nagy szükségünk van erre, Uram. És kérlek, Uram, add, Uram, hogy megtanuljuk tőled azt a kegyelmet, amit te adsz az embereknek, hogy mi is abba a kegyelembe és megbocsátásba járjunk, amiben te vagy. És köszönöm, Uram, hogy a te szabadításod öröm, a te megbocsátásod öröm a legnagyobb, Uram. Én imádkozom, hogy vezess, Uram, őrizd meg minden károsztatástól bennünket. Legyen áldott a te hatalmas neved, Uram. Jézus nevében. Amen. Amen. Isten áldjon benneteket, és még egyszer hadd mondjam el, hogyha ti azt mondtát, azt vettétek észre magatokon, hogy nem tudtatok valakinek megbocsájtani, de akartok. Nem biztos, hogy minden érzelem egyik pillanatról a másikra megváltozik. És ezt nem akarom, hogy a sátán károsztasson titeket most, na, akkor Isten elfelejtett titeket. A szív a lényeg, hogy mi odavittük a szívünket Istennel, és kértük, hogy mi akarunk egy más úton járni, hogy el akarjuk engedni a tartozást. De én tudom azt, hogy vannak itt közületek, akiket nagyon megbántottak, akik nagyon kemény dolgokon mentek keresztül. És én nem akarom azt éreztetni, hogy te egy senki vagy, hogyha ezt nem tudod egyik pillanatról a másikra elengedni. Ezeket nem könnyű elengedni. Viszont az egy másik kérdés, hogy el akarjuk engedni, vagy sem. És én szeretném, hogy úgy menjen el, nem mindenki, hogy el akarja engedni. Hogy el akarja engedni. Szóval Isten áldjon titeket, és imádkozzatok, mert imádkozni jó. Sziasztok!